Magyarországon évente majdnem 2 millió tonna élelmiszer végzi a kukákban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal e mennyiség csökkentése érdekében 2006-ban indította el a Maradék Nélkül programot, amely már a sikeres társadalmi mozgalommá vált, és az ismertségén és támogatottságán túl több mint 300 000 iskoláshoz jutott el különböző tanórák keretében. Egy uniós módszertan segítségével pedig a pontos helyzetértékelésre is sor került. 4%-kal csökkent az élelmiszer hulladék, ezt mondhatjuk 2016 és 2019 évvége között hazánkban. Ez egy óriási eredmény, még így is 65 kg per fő az egy főreső éves élelmiszer hulladék. Ennek a fele az, ami pazarlás, és ennek a visszaszorításáról van szó. Hogyha ezt más számokban szeretném kifejezni, akkor azt mondhatom, hogy amit mondjuk egy átlagos 4 fős család elpazarol egy év leforgás alatt, az nagyjából egy 100 000 forintos tétel. A koronavírus a Maradék Nélkül program sikerét is befolyásolta. Elsőre azt gondolhatnánk, hogy ha többen többet vannak otthon, akkor még több ételmaradékkal szennyezünk a környezetet. A szakértő azonban érdekes tendenciáról számolt be. Az első karanténkutatás, amiben a Debreceni Egyetemmel és a Tét Platformmal együtt dolgoztunk, mert nem csak élelmiszer hulladék, hanem életmód és élelmiszer biztonság is a témák között voltak, megállapította, hogy nagyobb figyelem jut a kényszerű otthonmaradás miatt arra, hogy mit található a hűtőszekrényben, a kamrában, jobban elfogynak azok az ételek, amiket otthon megfőznek az emberek, vagy házhoz szállítanak. Tehát ez a kényszerű helyzet, ez mérsékelte az élelmiszerpazarlást. A folyamatos kampányokon és felmérésen kívül az oktatási programjaikat is az új helyzethez igazították a Maradék Nélkül projekt vezetői, vagyis mindent digitalizáltak, és a program honlapjáról letölthető minden háttéranyag, sőt már online vetélkedőt is rendeztek a közelmúltban. A szakemberek a családok felnőtt tagjainak is sok pénztárcabarát és környezetbarát javaslatot tudnak adni. Ilyen például a spontán vásárlások kerülése, vagyis a bevásárló lista készítése, és az, hogy vásárlás előtt mindig együnk, mert éhesen rosszul mérjük fel a reális igényeket. A mennyiségeknek a beállítása, ez is fontos. Hogyha valamit kidobunk, és szerintem ez a legjobb tanács, akkor mindig gondoljuk végig, hogy ennek az élelmiszernek miért lett ez a sorsa. És hogyha rászánunk erre akár csak egy másodpercet, akkor nagyon gyorsan ott van a kezünkben a megoldás kulcsa. Hogyha látjuk azt, hogy hetente előfordul, hogy egy-két kifli bekerül a kukába, akkor biztosak lehetünk abban, hogy valószínűleg egy kiflivel többet szoktunk vásárolni hetente. Dr. Kassa Gyula felhívta a figyelmet, hogy a tudatos vásárlással és a pazarlás mérséklésével az élelmiszerek előállításához szükséges energiával is spórolhatunk, és az mindenki számára erkölcsi kérdés is kell legyen, hogy a minőségi étel megkapja azt a megbecsülést, ami elvárható.